Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Simóka Nóra vagyok. Pszichológusként dolgozom 4 éve egy kórházban. A mai előadásban azokat a tapasztalatokat szeretném egy csokorba fonni, ami az elmúlt 4 évben ért engem a kommunikáció szempontjából. Abból a szempontból, hogy a pszichés tényezők, az egészségügyben megélt krízis milyen hatással tud lenni a szülők vagy a beteg kommunikációjára, és milyen hatással tud lenni az orvos vagy ápoló szakdolgozó kommunikációjára. Tapasztalatom szerint hatalmas különbség tud lenni az orvosi közlési szándék és a beteg megélése között, tehát a között, hogy az orvos mit akar mondani, és hogy mi ebben a lélektani krízisben mit hallunk meg belőle, hogyha betegként vagyunk jelen a kommunikációs helyzetben. Az egész témát érdemes a kommunikációtól kezdeni, mi minden hat ránk, amikor a kommunikációról beszélünk, mi befolyásolja a helyzetet, mi befolyásolja a szemét, tehát azt, aki részt vesz a kommunikációban. A kommunikációt pszichés szempontok is befolyásolják. Ezek között vannak olyanok, amik általánosságban megfogalmazhatók, és minden egyes emberre hatnak, minden egyes szituációban. Ilyen például az alapvető attribúciós hiba. Az alapvető attribúciós hiba azt jelenti, amikor egy belső tulajdonságra következtetünk a viselkedés alapján, nem vesszük számba a szituáció befolyásoló hatásait. Tehát például egészségügyi helyzetben, amikor a beteg egy hosszú űrlappal találkozik, ki kell töltenie mindenféle adatot, nagyon gyakran előfordul, hogy elakadunk ebben az űrlapban, ebben a kérdőívben, és nem találjuk a helyes választ. Az egészségügyi dolgozó, akihez a kérdéseinkkel fordulunk, azt élheti meg, hogy butácskák vagyunk, nem értjük alapvetőbb dolgokat, pedig nem erről van szó, hanem a krízisben a kognitív funkciók gátoltsága az, ami ural minket, és egy nagyon-nagyon egyszerű folyamatot is nehezebben értünk meg. Az egészségügyben így tud megjelenni az alapvető attribúciós hiba, és hogyha nem figyelünk, akkor könnyen úgy maradunk, tehát a beteget vagy a szülőt, aki éppen a kórházba érkezik a gyermekével, az első benyomás alapján ítéljük meg. Hasonlóan befolyásoló dolgok, a sztereotípiák és a prekoncepciók, ezt egészségügyi helyzetbe is nagyon könnyű beleilleszteni, de talán a még egyszerűbb példánál maradva, a szőke nőket ugye nagyon sokszor éri az a vád, hogy hát intelligenciájukkal nem mindig járulnak hozzá a társadalomhoz. Szintén minden egyes ember befolyásol a kommunikáció pszichés oldaláról az énvédő mechanizmus. A tapasztalataink az életünk során nagyon sok olyan dolgot felépítünk, amit arra szolgál, hogy a krízis helyzetektől, a számunkra kényelmetlen helyzetektől megóvjuk, megvédjük magunkat. Az énvédő mechanizmusok gyakran tudattalanul történnek, tudattalanul hatnak ránk és befolyásolják a szituációban mutatott viselkedésünket. Amivel viszont mi tudunk mindig befolyásolni, tehát ami minden egyes kommunikációs helyzetben működik, az a mosoly, a hitelesség és az önbizalom. A mosoly, ugye mosolyt szül, van is egy ilyen mondás, én azt gondolom, hogy ennek az egészségügyben kiemelt szerepe lehet ennek a mondásnak, gondoljunk csak bele abba, hogy mennyivel másabb úgy megérkezni egy kórházi betegfelvételre, hogyha azonnal egy mosolyt kapunk, azonnal megnyugvást és bizalmat kelt. Ha ez a mosoly hiteles tud lenni, és hogyha nem erőltetett, és minden mosoly, mind a hitelesség vagy önbizalom a pozitív szuggesziók mentén tudnak hatni. Szuggeszió bármi lehet, ami hat ránk éppen abban a krízis helyzetben, egy illat, egy hang, egy jó mondat, egy érintés. Lényeg, hogyha az egészségügyben dolgozók szem előtt tartják azt, hogy ezek a szuggesziók, a mosolyok és az hitelesség hathat, és a betegből pozitív érzéseket, bizalmat vált ki, akkor érdemes ezzel kezdeni a folyamatot, hiszen, hogyha a bizalom szemüvege fenn van, akkor a beteg is sokkal együttműködőbben tud részt venni az ő gyógyításában. Egészségügybe kerülni és az egészségügyben jól, hatékonyan kommunikálni nagyon-nagyon nehéz dolog. Többek között azért, mert általában véve már a helyzetet is nagyon sok minden befolyásolja. Például a környezeti tényezők, hogyha éppen COVID-járvány van, vagy bármiféle olyan intézkedés, ami miatt a látogatást korlátozzák az intézménybe, ahova készülünk. Az aktuális körülmények is komoly befolyással bírnak a helyzetre, hiszen nem mindegy, hogy éppen megérkezünk-e, beavatkozásra érkezünk-e, vagy távozunk-e a kórházból, és ebben a helyzetben kommunikálunk. A pszichés változók fontosságáról pedig nem is kell beszélni. Az, hogy a kommunikációs helyzetben többen vesznek részt, és mindenki a saját személyiségével, saját prekoncepcióival érkezik a helyzetbe, komoly befolyással bír, és szinte kiszámíthatatlanná teszi a helyzeteket.
A kommunikációs helyzet is nagyon összetett tud lenni, az pedig tovább befolyásolja, hogy kik vesznek részt ebben a helyzetben, tehát kik a személyek. A paciens és az orvos, hogyha egészségügyi helyzetről beszélünk, vagy a paciens és az ápoló, szakdolgozók, mind a paciens, mind az egészségügyi dolgozó a saját hangulatában, a saját személyiségével és a saját prekoncepcióival érkezik ebbe a kommunikációs helyzetbe. Tehát kommunikációs szempontból már nagyon bonyolult a helyzet, és nagyon sok félre tényező befolyásolja. Ezek közül a pszichés tényezőket fogjuk most egy kicsit jobban górcső alá venni. Hogyan befolyásolhatja a kommunikációt az aktuális állapotunk, a lélektani krízis? Egyáltalán minden egyes helyzet, amit az egészségügyben megélünk, lélektani krízis-e? Az én szerint véleményem szerint igen, minden egyes ilyen helyzet krízisnek minősül, később ez is ki fog derülni, hogy miért gondolom ezt. Az biztos, hogy ez a kép nagyon jól demonstrálja azt, hogy milyen lelki állapotba kerülhetünk olyankor, amikor egy nem várt krízissel kell megbirkóznunk, amikor egy olyan diagnózist kapunk, vagy a gyermekünk kap egy olyan diagnózist, ami felborítja az egész család életét. Fokozott stresszreakció jellemző ilyenkor, és az alábbiak mindegyikével meg kell küzdenünk. Módosult tudatában állapotba kerülünk, kontrollvesztést élhetünk meg, hiszen semmit nem tudunk befolyásolni, nem tudjuk befolyásolni, hogy mikor kerülünk sorra, hogy milyen vizsgálatok következnek, nem tudjuk befolyásolni a kommunikációs helyzetben résztvevő alanyokat, magát a helyzetet is nagyon-nagyon kissé. Félelem urál minket, ami szinte minden esetben halálfélelem, hiszen egy másik embernél van a mi egészségünknek a sorsa, félünk, bizonytalanok vagyunk, és ugye a félelem legfőbb szövetségese az ismeretlen. Tehetetlenséget is megélhetünk, minél inkább uralmunk alatt akarjuk tartani a civil életünkben a helyzeteket, annál inkább kínzó ez a tehetetlenség, hiszen itt nem rajtunk múlik, hogy mikor kelünk fel, hogyan osztjuk be az időnket, még az sem, hogy mit eszünk és mit iszunk, még talán az sem, hogy mikor tesszük mindezt. Mindettől a borzasztó nehéz lelki állapottól a kognitív funkcióink is gátoltság alá kerülnek, nehezen tudunk gondolkozni, sokszor mondjuk még azt is, hogy azt se tudjuk megmondani, hogy fiúk vagyunk-e vagy lányok. Gyermekellátásban, ahol én is dolgozom, tovább bonyolítja mindezt a szülés utáni állapot specifikuma, hiszen olyankor még a hormonok is hatnak az édesanyákra, fizikai fájdalmakkal is meg kell birkózniuk. Tulajdonképpen 6 hétig nekik otthon a gyermekágy pihenését kéne élvezniük, ehelyett a babájukat kísérik nálunk ezen az úton, kognitív funkciói gátoltsága és tehetetlenség mentén. Kiemelten oda kell figyelni arra, amikor újszülöttel vannak az édesanyák a kórházban. Ez a sok minden egy egészen speciális hangulatot tud adni az ápoló és a család, az ápoló és a beteg viszonyának, egészen intim helyzeteket is ugye közösen kell átvészelniük, és hogyha ez az egész kapcsolat a bizalmon alapul, akkor az együttműködés is sokkal könnyebb lesz, és a gyógyulás is talán gyorsabb lehet. De vissza a lélektani krízis fogalmához. A személy kénytelen a veszélyeztető körülményekkel szembenézni, ezek fenyegető közelsége mindennél fontosabb pszichológiai problémává válik számára. Ezeket sem megoldani, sem elkerülni nem képes, főként nem a szokványos probléma megoldó eszközökkel és mobilizálható potenciális pszichológiai energiával. Ezt a gyönyörű és nagyon sokat mondó definíciót Magyarorsi Révé Zsuzsának köszönhetjük, és minden egyes szavával azt üzeni felénk, hogy egy kórházi helyzetbe kerülés az pontosan ilyen, hiszen normál eszközeinkkel nem tudjuk megoldani, olyan pszichológiai erőforrásokat kell mobilizálnunk, amikre a hagyományos hétköznapokban nem feltétlenül van szükségünk, vagy csak ritkán nyúlunk hozzájuk. Tehát a kórházba kerülés mindenféleképpen lélektani krízisnek nevezhető. Eddig a kommunikációról és a pszichés állapotról tágabb értelemben beszéltünk, most vegyük egy kicsit jobban górcső alá azt a bizonyos lélektani krízist, ami az egészségügyben jellemezheti a mi állapotunkat. Ezt a lélektani krízist, illetve az ezzel való megküzdést az egészségügyben tovább nehezíti az, hogy megváltoztak az elvárások, mind a betegellátással kapcsolatban, mind a betegekkel kapcsolatban. A modernizációval együtt jár, hogy egyre többet tudunk az egészségről, az egészségnevelésről, egyre műveltebbek vagyunk az egészségügyi témákban, így hát egyre nagyobb az elvárásunk is a kórházakkal, az egészségügyi ellátással kapcsolatban. Egyre több dologról tudunk, egyre több eljárásban, beavatkozási módban tudunk elmélyülni, így hát felvértezett és magabiztos asszertív betegként tudunk belépni az egészségügyi intézménybe.
Tehát adott egy olyan beteg, akinek tudása van arról, hogy mik az ő jogai a betegellátásban, hogy mi az ő betegsége, és hogy mi az elvárása azzal kapcsolatban, hogy vele hogyan kommunikáljanak, amikor belép a rendelőbe, a kórház falai közé, amikor az orvossal vagy az ápolóval leül beszélgetni. Ezt a kórházi berkeken belül úgy mondjuk, hogy megnövekedett a beteg együttműködés vagy a compliance-nek a szerepe, a tekintélyelvűség helyett az egyenrangúsága az, ami átveszi az uralmat a kommunikációs helyzetekben. Tehát megnőtt a betegek autonómia igénye. Szeretnének ők is befolyással lenni a folyamatokra, és szeretnének a teljes kontrollvesztett állapoton változtatni. De mi az, ami ezt nehezítheti? Hát az, hogy mi egészségügyisek még rohanunk ezután a megváltozott elvárás, vagy a betegek megnőtt autonómia igénye után. Tanulunk, próbálunk igyekezni, és fejlődni, és megfelelni ennek az elvárásnak, ugyanakkor nagyon sok minden nehezítheti ezt a fajta megváltozott elvárásnak a kiszolgálását. Vannak már olyan modellek, ami egészen szélsőséges példákat hoznak, ahol az orvos vagy az egészségügyi személyzet, mint egy technikus, mint egy végrehajtó jelenik meg. Természetesen ez azért túlzónak tűnik, még a leghatékonyabb kommunikáció érdekében is. Amit aranyközépútnak fogalmazunk, az a döntés és a problémahozásban kialakított tiszta szerephatárok, és ezek megfelelő súlyozása. Tehát a beteg bevonása a döntéshozatalba, de a probléma megoldásának meghagyása az egészségügyi személyzet számára. Mindez kiemeli az egyenrangúságot, beveszi a beteget a folyamatba, növeli az együttműködést, és kivitelezhető is a legtöbb esetben. Vannak természetesen olyan esetek, amikor ezt az egyenrangúság iránti igényt nem tudjuk, és nem is feltétlenül érdemes kiszolgálni, hiszen sietni kell, és egész egyszerűen nincs idő arra, hogy a helyzetben szereplőket egyesével végigkérdezzük az elvárásaikról. Másik ilyen különbség, ami szerintem nagyon fontos különbség, amikor a betegnek vagy a szülőnek egyszerűen nincs erre az egyenrangúságra igénye, nem vágyik az autonómiára, ami nagyon könnyen illeszthető a lélektani állapottal, hiszen tehetetlennek és kontrollvesztettnek érezzük magunkat. Sokszor egyszerűen nincsen erőnk arra, hogy ezt a küzdelmet, ami az autonómiával kapcsolatos, megvívjuk. Erőtlenek vagyunk, és szeretnénk azt a fajta tekintét és azt a fajta erőt, amit az egészségügyi személyzet képvisel, igénybe venni, és szeretnénk, hogyha ők irányítanának, ők vezetnének minket ezen az úton, és elfogadjuk a segítséget, valamint a támogatást. Az összes eddigi mondatból látszik, hogy mennyire bonyolult tud lenni egy-egy kommunikációs helyzet, és mennyire pillanatok alatt kell tudni eldönteni, hogy most a betegnek mire van szüksége, hogy a beteg mi az, amit igényel ebben a folyamatban, mi az, amit a helyzet meg tud engedni ebben a folyamatban, és én, mint egészségügyi személyzet, hogyan tudom mindezt az egész bonyolult képletet kisimítani, támogatni a beteget, mi ennek a leghatékonyabb módja. Ahogy már említettem, nagyon igyekszünk ezen, és próbálunk minél többet tanulni a betegektől, a szakirodalomból. Ennek ellenére még a mai napig nagyon sok elcsúszás tud lenni a közlési szándék és annak megélése között. Ahogy én tapasztalom, a legtöbb ilyen elcsúszás abból fakad, amikor nem nyílt a kommunikáció. Tehát egész egyszerűen nem kérdezünk rá arra, hogy mi van a másik fejében, hogyan gondolkozik a szituációról, hanem megpróbáljuk mi kitalálni mindazt, ami a másik fejében lehet. Ezek a mondatok szoktak úgy kezdődni, hogy biztos azért történt mindez, mert. Biztos azért mondta ezt, mert, hogyha pszichológussal kapcsolatban van szó ilyesmiről, akkor általában úgy zajlik ez, hogy biztos azért jött ide, mert, biztos azért kérdezi ezt, mert egy pár gyakorlati példát szeretnék bemutatni azzal kapcsolatban, amit én kórházomban, a gyermekszívközpontban az elmúlt pár évben tapasztaltam, az orvosi közlés, vagy ápolói közlés és a szülői megélés közötti nagy különbségekről. Az első mondat, ez egy saját élmény, az én kislányomról 3 naposan derült ki, hogy szívbetegen született, amit az eddig felsoroltak miatt nagyon nehezen fogadtunk el, és nagyon nehezen fogtunk fel az én férjemmel, és a férjemnek ez a mondat volt az, ami nagyon sokat segített. A gyermeke egyértelműen szívfejlődési rendellenességgel született. Az orvos ezzel azt akarja mondani, hogy igen, probléma van, krízisbe kerültünk, a gyermek kórházi ellátásra szorul, nem tudjuk, mind
ezt eltagadni, de itt vagyunk, és igyekszünk segíteni, mert hogyha van szívfejlődési rendellenesség, akkor arra megoldás is van. Mindezt azonban a szülő úgy élheti meg, a beteg, a szívfejlődés, a nagyon kemény szavak mentén, hogy ez egy magatehetetlen állapot, ne adj Isten, a halállal is meg kell majd küzdenem, a gyermekem egész életében kiszolgáltatott lesz, kitett lesz a bántásnak, a csúfolódásnak. Nem feltétlenül van így, és nem feltétlenül van alkalom az első ilyen diagnózis közléséről szóló helyzetekben arra, hogy ezt az orvos alaposabban vagy részletesebben kifejtse. Arra viszont mindenféleképpen van lehetőség, hogy ennek a megélését utána megbeszéljük a gondozó orvossal. Az egyenrangú kommunikáció nem feltétlenül az első diagnózist közlő helyzetekben kell, hogy megnyilvánuljon, hanem abban, hogy az utána lévő gondozás során feltehetjük a kérdéseinket. Jogunk van betegként feltenni a kérdéseinket. Jogunk van ahhoz az érzelmi állapothoz, ami megengedi azt, hogy az első ilyen helyzetben ezekre a kérdésekre ne legyen gondolatunk, erőnk és lélek jelenlétünk, hogy feltegyük őket. Szintén nagyon jó szándékú orvosi közlés, vagy ápolói közlés, hogy az egyetlen dolog, amire figyelnie kell most, hogy meggyógyuljon. Hogyha ezt saját magunk halljunk, tehát mi vagyunk a diagnózis alanyai, mi vagyunk betegek, akkor is nagyon szélsőséges reakciókat tud kiváltani. Hiszen, hogyha ezt halljuk, akkor úgy élhetjük meg, hogy akkor eddig nem csináltunk valamit jól, eddig nem vigyáztunk eléggé magunkra, és a jövőben valószínűleg erről majd úgy kell tovább gondolkoznunk, hogy mindent az egészség védelem és az egészséges életmód érdekében be kell vetnünk. Hogyha egy gyermekünkkel kapcsolatban hangzik mindez el, akkor is nagyon nyomasztó megélése tud lenni, hiszen például az anyatejjel kapcsolatban, amikor azt mondják újszülöttel kórházba kerülés esetén, hogy édesanyja most más dolga sincsen, mint hogy termelje az anyatejet és hozza, akkor az egy kettős megélés, hiszen igen, az egyik megélése az, hogy legalább van, amit tudok tenni, nem vagyok teljesen tehetetlen, van, amit tudok kontrollálni. Ugyanakkor, hogyha mindez csorbát szenved, és a stressz mentén, a fokozott krízis helyzet mentén az a tej az elapad, vagy kevesebb termelődik belőle, akkor az édesanyja úgy élheti meg, hogy ő valamit rosszul csinált, hogy nem elégséges az, amit ő tett. Ezért szintén nagyon fontos, hogy ezt az egy mondatot kísérjék utána magyarázó mondatok, vagy visszakérdezés. Édesanyja, hogy sikerül, hogy állunk a tejtermeléssel, és hogyha mindez, ne adj Isten, csorbát szenved, és nem tud az a tejtermelés fokozódni, akkor annak a megengedése is nagyon-nagyon fontos, hogyha ez nem sikerül, attól még a gyermek egészséges marad, hiszen van tápszer, vagy van központi anyatej, a gyermekét nem befolyásolja negatívan az anyatej hiánya. Ez nagyon fontos, hogy kimondjuk. Szintén általánosan jó szándékkal fogalmazódik meg a következő mondat. Figyelgesse, és ha tapasztal valamit, telefonáljon. Hogyha saját magunkkal kapcsolatban halljuk mindezt, egy diagnózis után, akkor is, de hogyha a gyermekünkkel kapcsolatban kapjuk ezt az ajánlást, akkor is nagyon elbizonytalanító mondat tud ez lenni, hiszen mik azok a tünetek, amikre figyelgetnem kell? Mi az, amivel csak telefonáljak, de mi az, amivel orvoshoz kell forduljak, és mi az, amivel azonnal orvoshoz kell forduljak, tehát mondjuk be kell mennem a kórházba. Elbírom én ezt a felelősséget? El tudom dönteni az orvos helyett, hogy az, amit megfigyelgettem, az a tünet, az indok-e, elég indok-e arra, hogy orvoshoz forduljak. Nagyon nagy felelősség, hogyha egy ilyen mondatot kapunk az élettől, ezért én bíztatok mindenkit arra, hogy konkrétan kérdezzetek rá, kérdezzetek vissza, mik azok a jelek, mennyi ideig kell fennálljanak, milyen intenzitással kell megjelenjenek ahhoz, hogy mondjuk elinduljak már az orvoshoz. Minél többször próbálunk meg ezekben a helyzetekben asszertíven és hatékonyan kommunikálni, annál jobban fel tudunk bátorodni, és annál több tapasztalatunk lesz arról, hogy az orvos bizony nagyon szereti, hogyha kérdeznek, mert az azt jelenti, hogy nem ügyenetben kell egy sürgős esettel és kétségbe esett édesanyával megbirkózni és őt megtámogatni, hanem egy összeszedett, kontrollra rendszeresen érkező szülőt tud támogatni jól a gyermeke gyógyításában. Míg az előbbi szempontok általánosságban hatnak a szülőre, két olyan mondatot szeretnék most felolvasni, ami viszont a leheket tudja alaposan megkínozni és elbizonytalanítani a nevelést illetően.
Ne nagyon szoktassa készhez, ez egy műtétre váró baba. Mit is jelenthet ez, miért mondja ezt az orvos? Az orvos véleményem szerint azért mondja mindezt, hogy a szülő készítse fel a gyermeket azokra a folyamatokra, amikkel majd meg kell küzdenie a kórházban. Tehát arra, hogy alkalmanként egyedül kell majd töltenie a szülő jelenléte nélkül az éjszakákat. Hogyha egész picikről van szó, akkor arra, hogy alkalmanként cumisüvegből kell tudjon enni, hogyha mondjuk egyébként otthon szoktatós baba. Mégis általában úgy élik meg a szülők, hogy a cél az, hogy ez a gyermek megszokja az egyedüllétet, jó távol maradjak tőle, kibírja a hosszú sírási rohamokat, bírja a fájdalmat, tehát tulajdonképpen trenírozzák ezeket a gyermekeket arra, hogy a kórházba kerülést kibírják. Én azt szoktam ilyenkor mondani, hogy azért amiatt a 2-3 hét miatt, de még hogyha hónapokról is van szó, egy egész életet kiképzőtáborban tölteni talán túlzás. Én biztatlak benneteket arra, hogy próbáljatok meg egy-egy számotokra nagyon fontos szempontot kiemelni, például az alvást, vagy az evést, vagy a sírást, vagy a vizsgálatokra való felkészítést, ami nektek nagyon fontos. Beszélgessetek a gyermeketekkel, és kérdezzétek meg őt arról, hogy mi az, amitől kiemelten fél, mi az, ami bizonytalanságot okoz benne, mi az, amivel kapcsolatban nagyon sok kérdése van. Ha pici babáról van szó, akkor pedig figyeljétek az ő reakcióit, vezessetek róla naplót, és észre fogjátok tudni venni azokat az állapotokat, amiket ők nehezebben viselnek. Mindebből egy nagyon jó felkészülést össze lehet hozni akkor, hogyha ne egy Isten műtét vár a babátokra, vagy nagyobb gyermeketekre. A másik ilyen mondat, a ne nagyon hagyja sírni, mert nem tesz jót az állapotának. Szintén nagyon nehéz eldönteni, hogy ez mit is jelent. Azonnal kapjam fel, hogyha bármi gondja van, hogyha nem tudom eldönteni, hogy miért sír. Ez ugye nagyobb gyermekeknél bizony azt is jelentheti, hogy adatkorszakot egy gyermek nagyon ügyesen vészeli át, hiszen minden egyes akarati megnyilvánulására az édesanyja vagy az édesapa, vagy mindketten rohannak és megpróbálják mindazt kiszolgálni. Nagyon szélsőséges, tudom, de hogy ebből a hozzáállásból tudnak kialakulni a picit elhízott gyermekek, vagy akik egész nap a képernyő előtt töltik az idejüket, holott az orvosi közlési szándéka nem feltétlenül ez a cél. Tehát nem feltétlenül az, hogy folyamatosan szemmel tartsam, minden igényét kiszolgáljam, folyamatosan monitorozzam, és állandó megnyugvást biztosítsak neki. Az, hogy fizikailag a sírást meg tudjam előzni, és ne hagyjam sokáig, hogy terhelje a babámat, a babám szívét, vagy a nagyobb gyermekem szívét, éppen ezért fontos a megelőzésen nagyon nagy hangsúlyt fektetni. Tehát egy bizalmon alapuló és egy megértésen alapuló kapcsolatot kialakítani a gyermekemmel, ahol az ő önreflexiója, a saját érzelem felismerése és a saját megküzdési módjai tudnak olyan erősek lenni, hogy az adódó nehézséggel ő egyedül is meg tudjon birkózni. Ez az, ami a szülőn múlik ilyenkor, hogy feltöltse a gyermeket, hogy azokkal a helyzetekkel, amik számára nehézséget okoznak, meg tudjon birkózni. Természetesen van ennek olyan megjelenési módja, amikor viszont azonnal felkapom a gyermekemet, és azonnal megölelem, és általában a sírásokat érdemes egy nagy-nagy szeretetteli öleléssel elmulasztani. Az arányokra érdemes ugyanúgy figyelni, hogyha egészségügyi helyzethez vagyunk kötve. A következő mondat az egészségügyi személyzet oldaláról nagyon fontos. Nagyon sokszor éljük meg azt, hogy a betegek információ igénye hatalmas, a törődés igénye szintén magas, akkor viszont, hogyha nincs változás a beteg állapotában, vagy a gyermek napjában, akkor sokszor azt éljük meg, hogy minek is menjünk oda a beteghez, hiszen a beteg információra éhes, ugyanakkor megfeledkezünk arról, hogy a beteg törődésre is éhes. Ha nem megyünk oda, hiszen nincs új információnk, a beteg azt élheti meg, hogy azért nem megyünk oda, mert valamit titkolunk, vagy nem törődünk velünk, vagy azért nem megyünk oda, mert egy nagyon rossz dolog történt, amivel még egyelőre nem akarjuk őket megismertetni. Ez a klasszikus esete annak, hogy biztos azért nem csinálta ezt, mert hogyha mi nem megyünk oda, mint egészségügyi személyzet, akkor ezt az információhiányt a szülő vagy a beteg maga fogja kitölteni. Egyszerűen kitölti azt a szorongató űrt, ami a fejében létezik, és kitalálja azt, hogy miért van az, hogy mi nem mentünk oda hozzá. Egy személyes tapasztalat például egyik nap a munkám során az egyik szülő mesélte el nekem, hogy biztos, hogy nagyon-nagyon rossz a helyzet, és semmi pozitívat nem tud nekem mondani, mert délelőtt látta az ő gondozóorvosukat, amikor éppen ment el a folyosón, és olyan morcosnak tűnt a háta. Amikor ezt a morcosnak tűnő hátat meglátta, ez a szülő mindenfélét elkezdett gondolni, hogy az a hát az miért is lehet morcos, mindenféle információval megpróbálta kitölteni ezt az űrt,
aminek egy nagyon-nagyon rossz nap, és egy bizalom, ha nem is vesztés, de egy bizalomban való megingás lett az eredménye. Ezért én nagyon szeretem ezt a mondást. No news is good news. Biztatom mindig kollégáimat is, és jó magam is így próbálok eljárni, hogy akkor is tegyünk egy látogatást, egy rövid kitérőt a gondozottunk felé, a felé, akivel foglalkozunk betegként, gyermekként, szülőként, hozzátartozóként, hogy megkíméljük őket attól, hogy saját maguknak kelljen kitalálni azt, hogy a betegség éppen hogyan változik. Hogyha tényleg egy pár mondatot rászánunk, egy pár másodpercet a napunkból, akkor sokkal-sokkal könnyebb lesz a jövőben az együttműködés, hiszen a beteg nem tölti ki ezt az űrt, nem inog meg a bizalom, és az együttműködés tovább nő. No, de hogyha mindez ilyen nehéz, és a kommunikációs helyzetet ennyi minden befolyásolja, és még a pszichológia is itt van, akkor mit is lehet ezzel az egész helyzettel kezdeni? Én az elmúlt 4 év tapasztalata alapján azt mondom, hogy az informálás és a sorstárs közösség kialakítása a 2 leghathatósabb erőforrás. Az informálás mindent visz, tehát az egészségért és feltételeinek a megteremtése az egy alapvető dolog, amit még nem is pluszként, hanem hiánypótlásként fogalmazhatunk meg egy egészségügyi helyzetben. A sorstárs közösség formálása, a nem vagyok egyedül érzésének megteremtése is nagyon-nagyon hasznos. Érdemes hatalmas energiákat fektetni bele, akár pszichológusként, akár a kórház egyéb dolgozójaként. Megint a megelőzés, hogyha az egészségnevelést fontosnak tartjuk, és sokat kommunikálunk róla, elmondjuk a szülőknek, elmondjuk a betegeknek azt, hogy hogyan tudnak ők hozzátenni a gyógyulásukhoz, hogy mi az, ami jár nekik, mi az, amivel a fizikumukat, mi az, amivel a lelküket tudják támogatni, mik azok a dolgok, amik elérhetőek a kórházban, és érdemes őket alkalmazni. Hogyha ezek a kommunikációs csatornák, ezek átjárhatóak és gördülékenyek, akkor a beteg is tudja, hogy mi a felé támasztott elve, mert bizony betegek felé is vannak kötelezettségek és elvárások, és a beteg is bátran megmeri fogalmazni a kórházi személyzet felé, hogy neki mi az elvárása, tehát azzal, hogy az egészségértés feltételeit megteremtjük, lehetővé tesszük a betegek számára, hogy alkalmazzák mindezt, és egészséghatékony viselkedést tanúsítsanak. A mi kórházunkban van egy nagyon szuper beteg egyesület, a Szívkör Egyesület. A Szívkör Egyesületben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy eloszlassuk azokat a tévhiteket, amik az életminőség javítását akadályozzák. Szívbeteg gyermekekkel kapcsolatban a szülők nagyon sokszor szoronganak a sportolástól, nem merik őket sportegyesületbe edzésre behíratni. Ennek a tévhitnek az eloszlatására látok most 2 példát. Ennek a 2 orvosnak egy-egy mondatban megfogalmazott véleménye egy nagyon aktív és a szigorú szeretet mentén megfogalmazott ajánlás szülők számára azzal kapcsolatban, hogy milyen a sport hatása a szívbetegségre. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülők nagyon szeretik ezeket a kommunikációs formákat, és már most bátrabban kérdeznek az orvosoktól a sportolási szívbetegség kapcsolatáról. Tehát ugyanúgy, ahogy az egészségünkért is sokat kell tennünk, hiszen Környei doktor is megmondta, ráhallgathatná a podcastben, hogy az egészség több, mint a betegség hiánya. Ugyanúgy az egészségügyben való viselkedés is aktív és felkészülést igénylő folyamat, de vannak lehetőségek, nem kell teljesen tehetetlennek éreznünk magunkat, ehhez azonban meg kell értenünk mind a 2 oldalnak a működésmódját. Én biztatlak benneteket arra, hogy olvassatok, nézzetek, iratkozzatok fel a csatornákra, és tanuljatok arra, hogy milyen is egy kórház élete, és ti hogyan tudtok abban minél hatékonyabb kommunikációval részt venni. Köszönöm szépen a figyelmet!